Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Hellóka! Hello, beló! Sziasztok! Mi újság? Hogy vagytok? Hogy telt a húsvét eddig nektek? Mi, ahogy azt a címben is látjátok, egy streammel készültünk nektek, méghozzá a De Augustinis R2-D2-val. Ez a tervünk, hogy ezt fogjuk így kirakni. Hú, na, Adri, hol az első szám, ide visszatetted? Parancsolj. Újjúj. Ott azon egy kicsit tudsz csavarni, balra. Csak egy kicsit. Erre? Aha, úgy elég is lesz. Returned. Köszi. Jó. Jónak tűnik. Szóval, köszi szépen Létó, Zozi és Spinner a feliratkozást, valamint Zozi, nagyon szépen köszönöm az 500-as sírt, Neutron Star, neked pedig az 1000-eset. Wow, nagyon szépen köszönöm, srácok. Illetve köszi szépen Zozi az ajándékot is. Köszi szépen Ajbarsnak. Köszi szépen. Már így kora reggel ezeket a támogatásokat. Nagyon szépen köszönöm nektek, srácok. Mivel is indítunk? Azzal egyezt kinyitjuk, igaz? Na, így né. Csú-csú, megjött a kis vonat. Ott vannak, a vonaton. Na. Nagyjából látszódni fog. Na, látszódni fog úgyis. Tak jó. Szép jó reggelt, üdv mindenkinek, srácok. Utána olvastam. Állítólag ez az Artunak az 1-2-es változata lesz, mert hogy fele akkora, mint az eredeti. Aztán írták, hogy amúgy nem, ez egy kamu, mert hogy csak a 87%-a az 1-2-esnek, szóval, hogy nem teljesen a fele akkora lesz, mint az eredeti Artu, de majdnem. Próbáltam utána nézni, hogy hány óra lesz, nem sikerült, úgyhogy jól belőttük, hogy ma kész leszünk vele, úgy, ahogy a vasemberrel. Úgyhogy nem tudom, mikor leszünk készene. Az azt hittem Anakin, de nem Anakin. Ja, itt a kis aranyos csávóka, aki az Artuba van. A Kenny Baker. Kenny Baker. Azt hiszem, ugye? Ő. Igen. Na, és akkor itt mik vannak. Ú, de jó, hogy felsorolja, hogy milyen itt vannak Artunak. Kenőanyag adagoló erőforráskar, fogókar, számítógépes interfészkar. Én ezekről nem is tudtam. Tök menő. Neutron Star, köszi szépen az első ajándékozásodat méghozzá Anadrena számára. Itt van, ami ragasztó, itt van. Peregjenek, srácok, a szvegek. Ez csúnya lesz. Ezt nem tudom, hogy szedjem le. Hát sehogy, most sehogy. Vagy de. Muszáj? Igen. Ja. Hó. És ez itt ilyen izé. Sérült lett. Ez a ragasztó része, az lett ott sérült egy picit. És ez azért jó, másabb, hogy ne ragadjam. Azért ragasztósabb, mert itt már máshogy oldották meg a csomagokat itt már közvetlenül. Hogy is van, az újsághoz ragasztották? Mit? Nem lett másabb a csomag? Nem. Akkor itt ez hogy ragad? Nem tudom. Szerintem az valami másabb volt. Hát mert az vasemberben benne volt a cédula, itt meg behajtották és megtépőzározták, vagy mi. De akkor ennek hogy ilyen a hátulja? Ja, az igen. De az a zacskó miatt, azt hiszem, vagy nem tudom. Ez biztos. Csak mert fura, hogy ott is ragad.
Ez nem tudom, mitől izé, ez mihez volt ragasztva. Ja, de az a nagy, nagy ilyen izé volt, karton hozzá, azt hiszem az első két szem. És ez arra volt ráragasztva, és mellette az újság. Akkor azért lehet, hogy az újság is ragan. Ja. Ez itt poszter, ez ilyen poszter. Azt nem nyitom ki. Az is az, ja, hogy az... Poszter. Azt hittem, hogy össze van ragadva az is. Hát nem. És itt a poszter második fele. Úgyhogy most ezt nézzük itt. Hmm. És ez már a második szem, vagy ez még az ez első? Ez még az első. Még mindig nem értünk oda, hogy szerelünk. LED diódák. Hoppá. De jól néznek ki ezek a színes cuccok. Köszi szépen a pergetés, srácok, és köszi a támogatásaitokat. Imádom végiglapozni az összeset, mert semmit nem olvasok el, mert az a lényeg, hogy szereljünk. Na, ez a szerelős rész. Ó, nem fogom észrevenni, és átlapozom legközelebb. Mehet a bontás. Az első. Jó, tessék. Bontsam én? Bontad? Persze. Én addig olvasom, hogy itt mik vannak, csak így látjátok, látjátok. Artu processzora állapotjelzője kéken vagy vörösen világít, attól függően, hogy mit csinál a droid, vagy milyen hangulatban van. A munkát a LED modul lemezkéjének a megfelelő tartóelemébe való behelyezésével kezdjük. Na, tehát először technikailag ez kb. A szeme, vagy mi? Igen, igen. Na. Ó, ez izgi lesz, itt már lesznek izék, amiket elronthatok. Yeah. És ott a csavarózó, a speciális csavarózó. Ami valószínűleg semmelyikben nem lesz jó, illetve csak párba is kelleni fog a sajátunk megint, mert azt írták, hogy legyen egy teljes szetted otthon. Szóval ez az De Agostini. Jó, amúgy nem bántam őket, mert ezek jó cuccok, csak kelleni fog még pluszba. Már meglátjuk, nem biztos. Nagyon szép színe van amúgy ennek. Igen, nagyon. Nagyon szép kék. Ez meg nagyon szép fehér. Bár ez így nem jön át sajnos kamerába a fények miatt, de hogy nagyon szép színű. Ez itt fém, ez fém, ez a cucli, ez fém. Hallottátok? Olyat ne. Ez szerintem túlélhető volt. Na, és van itt ez a hálós cucc, ez ú, ez de menő, ez lesz a menő része. A hétvégén családosan, tehát mentünk jobbra-balra. Itt a csavarok már olyanok, hogy nincs ráírva, hogy mi, majd eldöntöd, hogy melyiket csavarod be körülbelül. Komolyan. Hát nincs ráírva, hogy IP, meg ilyenek. Oh, ez nem úgy kéne hozzáérni, ahogy szoktam. Ez egy miniváros. Hát, hogy ennek más az instrukciója, és így nem gond. Szeretem a minivárosokat. Jó, és a csavarhúzót azt innen szedjük ki. Jó. Ez ledek lesznek adva. Miniváros. Inkább add ide majd, és akkor én leteszem. És ez sem mágneses. Jó. Most, hogy mindent megteszteltem. Jó. Azt mondja... Nincs fókusz. Pedig meg akartam mutatni. De nincs fókusz. Erősítsük a LED modult a kerethez, úgy, hogy a hárompontos rajzot átmenjen annak négyzetes nyílására, a modul három nyílására pedig fedje egymást az erősítsen. Jó. Oké, és... fekete kis csavarok. Itt ez lesz. Fekete kis csavar, szürke kis csavar. Hol a fekete kis csavar? Ne csavarjuk be túl erősen a csavarokat, mert azzal megsérthetjük a tartóelemet, tessék. És ebben pontosan három csavar van, amennyi kell. Már is jobban tetszik ez az instrukció. Na, azt mondja, ezt megfogom. Üdvüd mindenkinek. Ali. Neked hogy telt a hosszú hétvégét, Adri? Ugyanúgy, mint neked. Milyen érdekes. És ide. Ja.
Amúgy családosan, igen. Elég családos volt. Meg elég is volt. Jó, nem? Jó volt nagyon. Én szeretem a családozásokat. Én még kutyust is sétáltattam. Nagyon jó volt. Kalácskának ez nem tetszik. Bele is nyávogott. Mi van, Kalács? Egyszer. Majdnem elrontottam, de már jól is vagyok. Ez még csak az első mozdulat volt, pedig mi lesz a többivel? Figyelj, Adri, figyelj. Én tudom. Tehát Tacsko és Jack Russell keverék kutyusunk van. De nem a miénk, hanem Adri anyukájáé. Mi az, hogy én tudom meg tudni? Hát, hogy így megtanultam, hogy milyen keverék. Ja. Bizony. Jó. Na, Atisha DeLorean csinálja. Hoppá. Már a 9-10-nél jár. Wow. Na, hajrá. Bocs. Ez vissza kell szoknom. Jó. Hát van benne erő. Izomlázom van a kutyasétáltatástól. Jó, szerintem ennyire elég lesz meghúzni. Nem merem jobban meghúzni. Nézd meg. Mert mondjuk ott át kell majd benne dugni valamit, és lehet, hogy az meg nem lesz úgy olyan jó. Te úgy érzed, hogy jó? Jó. Hát nem merem jobban. Esik. Na várjál, mert azt írják, hogy össze kell hasonlítani ezt a kettőt. Milyen érdekes. Ez ilyen kis egyszerű csavarhúzó. És amelyik a kisebbik? Hát ezt látom kisebbnek. Ezt kell bedugni. Be kell pattanni a helyére. Oh my god! Lesznek bajok. Így kell. És így. Ez pattanásnak vehetem, ugye? Uh-huh. Akkor ez kész. Ez kész. Yeah! Jó. Igen. Miután beillesztetted a legnagyobb embert a tartóba, és behelyezted az helyzetben a munkád végeredménye így kell kinézni. Óvatosan pakold le azokat a részeket, amelyek nem kerültek felhasználásra az ajtó összeszerelésének ezen szakaszában. Tehát ezt megcsináltuk, nem kellett ez, meg egy csomag csavar. Még ez se kell. Érzem, hogy jó lesz. Köszönöm. Szia, Géles. Köszi szépen a 4 hónap tier 2-t. Srácok, peregjenek a szvegek Gélesnek. Köszi, köszi. Hogy van ehhez türelmetek? Eszméletlen jó türelmes vagyok, vagy mi? Igen? Igen. Ja? Inkább én bontsam fel? Nem, mert ez még menthető. Ez még menthető. De hát te is ugyanazt csinálod, mint én. Nem, figyelj. Na, most csak.
Látod, milyen jó lett? Nagyon jó vagy, köszönöm. Tessék. Csak az első két szám ilyen papír hátul jó, vagy mi. A többi az már olyan, mint amit a vasembernél is megszokhattunk. Segítsek? Nem. Adri egy kicsit csalódott egyébként a vasember megépítése után, de... Ezért össze is törtem. De... Jó, nem, az nem direkt volt, elejtettem, és szanaszítás. De ettől még nagyon lelkesen várja, hogy a zártudító milyen lesz. De összerakjuk majd, és lesz fotó is róla, csak tényleg elejtettem, és tényleg tehát, hogy még össze kell rakni, meg nem abba az izébe akarom összerakni, abba az simán áll és kész, hanem a guggolósba. És ugye ahhoz még van három. Amikor így az öklével... Igen. Aha. És ahhoz még van három lapszám, úgyhogy az még processing alatt van. Egy kis ASMR-t kaptok, Adri. Csomagbontós ASMR. Ez miért nem ilyen szép? Bocsánat, ezt ne halkítsam le inkább. Szeretik a srácok. Azt mondtad múltkor, hogy nagyon szeretik, hogyha... Csircsör, dirdor van. Jó reggelt! Ez az, kessel őket. Jó, nem tudom jobban. Már szakad. Ja, többi nem ilyen lesz, srácok. Többi eskü nem, ne haragudjatok. Én le is ízeltem volna, jutottam volna magam, csak nem értek hozzá. Jó, és még egy van. Ezt már nem csomagoljuk vissza. Adri csak így tépi a műanyagot. Milyen erőben van? Hát ott te nem sétáltattál kutyát, itt téped a műanyagot. Na, egy. Ezek nem tudom micsodák, de majd jók lesznek. Remélem ezeket is félre kell tenni, hogy legyen sok. Nézd már, milyen szép kocka. Ez tudod mi az a... Amit Loki ellopott, tudod, az a kocka. Tesseract. És hát szóval csak egy ember pergette gélesnek, ez nagyon szomorú. Úgyhogy tessék megerőltetni magatokat így húsvét hétfőn. Na hát most már pláne. Most meg aztán pláne Neutron Star is itt ajándékozott Flora Florinak, úgyhogy Neutron Starnak is tessék szépen pergetni a szvegeket. Wow. Még azok is tudják, akik nem feliratkozók. Ott van fiatal Lukács. Ja, itt is kukucska. Hát olvasd el. Roger Christian, de mit Limlomok király, lehet, hogy ő szedte össze a cuccokat Arthurhoz. Christian le volt nyugodva az ötlettől, hogy egy koszos, ütött-kopott galaxis teremtsen az új science fiction filmében, hogy gyakorlatilag nulla költségvetéssel elérjék a kívánt hatást. Christian végigjárt egy csomó angliai roncstelepet, és vásárolt egy halom repülőgép alkatrészt és más limlomot, hogy azokkal dekorálja ki a díszletet. Tessék! Menő. Ez egy faártudító. Itt meg az alábbi rajzon a droidok elhagyják egy a Tatooine-ra. Az első storyboardokban még Utapau-nak is hívják. Wow! Induló mentőkapszulában a lázadók hajóját. De menő, Utapau-nak hívták a Tatooine-t az elején. Mármint, hogy az első izékbe, ötletekbe. De menő, nem is tudtam. Ha kész lesz az R2D2, mi lesz a régi centrifugával? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem dobjuk ki. Műemlékek mindig kellene. Lehet, hogy ez halkabb lenne, mint a mostani centrifuga, amikor 12:30-kor indul. Délelőtt 12:30. Az időzóm nagyon fontos, hogy ezt meghatároz, mert éjfélkor lehet, csak attól függ. Tehát, hogy amerikai időszámítás szerint nincs gond az éjfélkori centrifugázással. Hát igen. Nézd már, mennyi város van ott. Meg itt is kisváros. Nyák.
Város. Nyák. Város. Nyák. Város. Nyák. Tök menő. Ott egy medve. Integrált áramkör felfedezését megörökítő emléktábla kiemel az esemény áttörő jelentőségét. Látod, van a kisvárosoknak táblája. A Pestnek is van táblája? Igen. Úristen, itt már rakni kell több dolgot, ha na végre. Azt mondja... Most fogjuk megcsinálni Ártónak az egyik lábát. A legfontosabb elem a füzethez csatolt alkatrészek közül a droid jobb lábának középső lemeze. Erre szereled majd fel a jobb láb fém külső részeit és a felső borítólemezt, amelyet a gyűjtemény előző számában kaptál meg hoppá-hoppá, végre. Az instrukcióban leírt lépések végrehajtásához szükséged lesz az előző füzethez csatolt csavarokra, hoppá, és egy tubus pillanatragasztóra is. Futtam, de nyitva van. Ott van. A kis villát ragasztó. De várjál. De ezek szerint kelleni fog. De ez nem kaptunk. De üres volt a doboz. Akkor nem. Sincs itt a pillanatragasztó. Mindegy, megnézzük, mihez kell a pillanatragasztó. Semmi gond. Pillanatragasztó nagyon folyékony, ezért már kis mennyiségben történő használata is okozhat nehézségeket. Hoppá. De várj, nem lehet, hogy jó a ragasztópisztoly? Én nem értek hozzá. Mindegy, tényleg megnézzük. Azt mondja, első lépés... Valószínűleg a ragasztópisztolyjal több mennyiséget nyomunk ki, mint amennyi egy hát ügyesen, pillanatragasztó. Ja? Igen, jó. Ügyesen. Kis pálcikával leizélünk ide, és akkor úgy. De az a baj, hogy ez nem gyorsan rakad, ugye? Annyira, mint a pillanatragasztó. Azt mondja, hogy ezt fogja meg, és a csavarokkal mi? Márja, nem értem. Még nagyon reggel van. Az elfüzettel kapott elemekhez, szóval ezekhez, illeszt hozzá és rögzítsd csavarokkal. Ja, jó, itt mondja, jó, hú, megzavart a ragasztó. Szóval van itt ez. Ehhez kell ez, jól látom? Igen. Stabilizátor fedőlemez. Pattog vannak a műanyagok. És ezt így kell. Igen. Jó. És akkor ezt te kibontod. Én ebben jó vagyok? Nincs ragasztó. Hát nincs. De nem baj. Megnézzük. Addig megnézed, hogy hova kell a ragasztó. Uh-huh. Addig becsavarom ezt a szépségeket. Egyszer. Most ezt csavarjuk. És tök jó ez a kis szürke valami, ez fém. Fém cuccmák. Na, hova írja? Már ott. Igen? Jó. A benzinkúton simán lehet ragasztó. Na, ha még most elindulsz... Uh-huh. Te gyorsabb vagy kocsiba. Én? Nem. Igen... Készítsd elő az egyik kenőanyag adagolót, és illeszd be... Igen...
pont a nyílás közepén kell találnia. Húha. Ha. Ja, hogy itt van egy kis pecekezem, és azt így ide bele. Első hiszen beletaláltam. Hát ez nagyon durva. És azt is meg kell, be kell rögzíteni? Igen. Minden csavarni kell. Dehogy is. Nem figyelsz, hát mondtam. Tessék. Proved. Bázisol van. Ember. Te szeretted a mágnes nélküli csavarózókat? Nem. Mi a véleményed a mágnes nélküli csavarózókról? Mi spórolták ki belőlük a mágnest? Jó. Egyszer. Tök jó, egész jól haladunk. Kivéve, hogy kell ragasztó. Mizós losté. Üdv mindenkinek, srácok. Ezzel a csavarhúzom, hogy sokkal jobb. Tök jó lehet vele haladni. Na, tessék. Na, így állunk most. Ezt a kettőt csavartam be. Aztán... itt tartunk, jön a következő lépés. Készítsd elő a hidraulikus kardyogattyúját, és keresd meg a képen mutatott D alakú nyílást. Csöppents egy csepp pillantragasztót a belsejébe, majd illeszt össze. Aha, szóval, hogyha ezt megfogom, meg ezt megfogom, és ezt összerakom, akkor ehhez kell a ragasztó. De hát ez megáll, jó, mehetünk tovább. Szeretnéd összeragasztani? Hát jó lenne egyébként. De várjál, hova kell? Ja, igen, ez nem rögzít, ezt a részt nem rögzíti semmi, csak ezt a kettőt, és akkor ez így mozogni fog. Hát de ez megoldható amúgy izével. Ragasztópisztollyal. Azt mondod? Simán. Hozzak ragasztópisztolyt? Igen. Na, akkor addig némíts le. De várjál, mert megcsinálom. Mit? Addig te nézd tovább. Mit? Hát az újságot. Már addig lehet, hogy tudod tovább szerelni, vagy te ragasztod meg, és én szereljem tovább? Hát jó, akkor cseréljünk. Jó, akkor pillanat, mivel kell miután? Live. Mi? Ez? Uh-huh. És ott van mikrofon jobbalon. Ez? Aha. Hello. Na, nézzük a hetedik lépést. Keresd, igen, tehát hogy most kell behelyezni ezt a cuccot, amit majd Adri megragaszt. Meg kell fordítani, be kell csavarozni. Csöppents egy csepp ragasztót, tehát még egy ragasztó. Az LPR 04-es gumifedő lemezkére. A gumifedő lemezke az pedig ez. Még egyszer kell ragasztani. Oh my god! Méghozzá azokat kell egymásra ragasztani, amit most elvittél magaddal. Hát de... ide is tudod dugni amúgy. De most várjál, most te ugyanazt olvasod fel, ami most... Nem. Ez már a következő lépés. Ezt is hozzá kell ragasztani. Ehhez? Aha. Oh my god! Ja nem. Csak rá kell húzni, várjál csak. Igen. Illeszd az LPR 03 nyílását az LPR 05 végén található lemezponthoz, csöppents egy csepp ragasztót a pontba, és told rá az LPR 03-at az LPR 5-re. Uh-huh. Igen. Ezt így egymáshoz kell ragasztani. Tehát a tiédet ezzel, meg még egy darabbal. Milyen csöndben lettetek, srácok? Vagy csak lefagyott a csetem? Ide teszem.
Na nézzük tovább. Hogy láthasd, milyen módon zajlik Artuditu lábának összeállítása, fogd a fedő, felső fedő lemezt, amelyet az ötödik lépésben rögzítettél, és illesz hozzá az LPR 09-hez. Ja, igen. Tehát, hogy ide kell ezt majd helyezni. Valahogy. Tehát, hogy fordítva. Aha, fordítva. Ja, jól van. Akkor jó, gémet, Bambi. Csak azt hittem, hogy lefogyott a csetem vagy valami, de csak csöndben maradtatok szimplán. Megijedtek, hogy nincs ragaszt. Hát igen. Én is. Kicsit spoilerezek itt nektek. Jó, a következő részben nem kell ragasztani. Jó, az azutáni részben se kell ragasztani. Oké, ez az utáni részbe se kell ragasztani. Hú. Már szárad, megyek mit kell még hozzá ragasztani? Na. Ezt ide bele kell tenni. És azt oda ragasztani? Igen. És ezt pedig ide rá. Oh így. My god. Ha jól látom, igen, ezt így. Így ferdén? Aha. Wow. Csak... Oké. Okay. Akkor először ezt elveszem. Have returned. Addig közben itt nagyban nyomja a ragasztást. Ezt ide teszem, hogy bármi baj lesz. Picske, nagyon szépen köszönöm az újabb kódfelajánlásodat. Igazán rendes tőled. Valamint Ufancs, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot. Köszi szépen a 9 hónap támogatásod, mint feliratkozott vadász még hozzá, Twitch Prime-mal. Köszi szépen. Jó. Te szereted ezt a ragaszgatást, Adi? Nem. Ez hogy kell? Még egyszer? Csak egyféleképp, mondj. Így? Aha. Fújjam? Nem kell. Ez jó szerinted, hogyha így bám, most sem. Persze.
Our modest fellowship expands. Praise the sun. Nem kell kérdezni a Nadrena, hát azért dobta be Pityke, hogy nyugodtan aktiváljátok a kódokat. Úgyhogy csak nyugodtan aktiváljátok. Azért van. Ez volt az útcsorragasztás, ugye? Nem kell több. Hát egy jó ideig igen. Jó. Kihúzom. És akkor ez meg itt. Ide teszem. És most hűtöm. Most egy kicsit hűteni kell. Addig fognom kell. Az én párnámon ülsz. Hát ha, mi nője? Hát a párnám. Összepukiztam. De ne. Én addig hűtöm. André hűti, éppen. Jaj, Létó, nagyon szépen köszönöm a 9. ajándékodat közben, méghozzá Pityke-nek. Köszi szépen. Köszi szépen, hogy ennyi kód után meg ajándékoztad őt. És nagyon szépen köszönöm a pergetést, Coolers, meg Lusti. A többiek azok Lustival ellentétben tényleg lustik. Szerúzza, Kika. Oda néz, Andri. Hova? Ott. Ki? Ott volt a kombo. Ja. Miért ide mutattál? Azért, mert ha ott mutatom neked a streambe, hogy ott van. Hát akkor... én ide néztem, hogy hol sősz, van a levegőbe, vagy mi? Nem. Mennyi idő kell ennek még megszáradni? Hát ott. Hát mondjuk így is menő. Igen, így értem, mit mutat. Köszi, Astro, Neutron, Zakika, Petra, Bambi, köszi. Na, szerinted ez megragadt már? Jézusom! Fehéren megtűnik. Jézusom, Andri. Azt mondtad, mehet. Hát azt mit nem csinálsz? Gondoltam, hogy ennyit teszel bele. Tessék. De jó. Szerintem még egy kicsit. Jó, aha. Akkor haladjunk tovább. Az a gond, hogy a továbbhaladás az már a következő szám. Igen? Aha. Hát akkor haladjunk úgy tovább, és akkor... Mert olyat kell csinálni, hogy ide beillesztjük azt, amit te most felraktál, ide. Igen. És ez pedig ide. Ez azt végül is meg tudjuk csinálni. Persze. Ja. Akkor nyomjad. Én még fogom, hogy így. Kicsit előrébb haladunk, ez a 11-es lépés. Na. És most, hogy ezt megcsináltuk, a két lemezt a következő számokba kapcsolod majd össze, addig a pillanatig biztonságos helyen rejtsd el az összeállított elemeket, hogy ne keveredjenek össze, külön borítékba is tárolhatod őket. Nagyon szépen köszönöm a három játékot közben, Pityke-m. Köszi szépen a felajánlásodat, és így van, jó szórakozás mindenkinek, aki beaktiválta. Neutron, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékodat ismételten, köszi szépen a Petra Zsének ajándékozott felajánlást. Köszi. Peregjenek a szvegek. A következő számba két hét múlva, tehát hogy most éppen két hét múlva lesz, srácok, a fotó receptorok lencséjét és hosszabbítóját fogjuk megkapni, a jobb láb alkatrészét és a nyomtatott áramkört a LED kijelzőhöz. Valamint csillagok háborúja titkai, R2D2 a lázadó asztrodroid, robotika ABC a motion control filmezés technikája, és ennyi. Szóval, ha visszaülsz. Oké. Okay. Motion control film technika. A csillagok háborúja számos újító megoldást hozott a filmezés számára, miközben a brit kellékes csapat lassan neki gyűrközött annak, hogy meggyőző külső tervezen a droidoknak. A technikusok csapata egy Los Angeles-i üres raktárépületben dolgozott ki egy innovatív megoldás, amely lehetővé tette, hogy olyan snitteket vegyenek fel, amilyeneket George Lucas elképzelt.
Igen, ez nagyon menő, amikor itt az elején az űrhajók mennek. Ja. Szia, Gita. Közben szerintem már nagyon jó, de... Kalecska meglátott egy madarat, és rögtön izgalomba jött. Hagyományos, speciális effektek. Szerinted megragadt? Aha, de várhatunk vele éppenséggel. Bár ezért úgyis tartani fogja, tehát hogyha nem hozzá. Ja. Jössz? Aha. John Dijkstra. Na, pillanat. Ez? Ez. Azt kérdezik, hogy jobban vagy-e, Adri? Igen, köszönöm szépen. Most ilyen kis peckó párnácsikán ülök, de már sokkal jobban. Egy hét kellett, de utána már munkahelyen muszáj volt ülni, úgyhogy utána már úgymond jobban kellett lennem, de jól vagyok azóta. Szerencsére Doki is látta, nagyon sokat javult, úgyhogy szupiság. Tetszik a nadrágod Petrának. Igen? Jó kis Hulk, Vasember, Amerika kapitány, Iron Man, ja, az Vasember. Thor is rajta van, ilyen jó kis képregényes. Ezt szeretem, ezt a gatyót. Meg van rajta zseb. Ez a legjobb dolog. Jaj, hát a kis fiatal Lukocska. Lukacska. Ezt a droidot, ezt hogy hívják őt? Ezt a droidot. Hát hasonlóan néz ki, mint az az R5. Akár. R5. Ja. R5-D4. Igen, mert a Mandóba izé. De nem, annak hosszabb volt a feje. Egy hét eltelt. Nézd, madárka. Ja. Úristen, vannak madaraink. Az előbb kettő is itt volt. Cinege. De jó. Pocó, nagyon szépen köszönöm a 66 hónapot. Köszi szépen, Pocó. Ez már 5 és fél év állítólag jobb helyeken. Köszi szépen, mi újság. És köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Micsoda kép? A vízszivattyú. Peregjenek a szvegek Pocónak. Nagyon szépen köszönöm, srácok, így a hétfői támogatásaitokat. De jó, Clone Warsból is bekerült egy kép, hogy ugye Jodával már járt a Dagobám. Uh-huh. Tök menő. Ú, Isten, nézd már, mennyi izé. Hú, azokat hogy hívják? Dióda, nem? Nem tudom. Azok én diódák, mondanám. Nem, srácok? Csak nem teszem be, minek hívtam. A fóra is azt mondta, Juk, én vagyok az apád. Ezek nagyon ilyen műszaki dolgok, amik... Nézd, R2-D2 teszt. LOL. Fáu. Azt kibontod nekem? Persze. Köszi. Az olló, az hol van? A helyén, a fiókba. Akkor kérek egy némi test. Hallod! Mizu. Kalácska nagyon fekszik a... Mert madárkák vannak. Madár. Na. Szerinted ezt már bemerjem csavarni? Persze. Az az előző? Persze. Amúgy... Aha. Yes. Beakadt a mikrofon jeled. De van, amikor olyan. Akkor most van vagy hang, van, vagy nincs hang? Van. Hello, van hang, vagy nincs hang? Van. Jó, mert körülbelül 4-szer nyomtam meg. Ja, van, amikor ilyen fura. Azt hiszem az új OBS vagy Steam Deck frissítéstől ilyen fos lett.
Addig visszamegyek oda, gyorsan becsavarom, és akkor haladunk tovább. De jó, mesztelen Stripio. Kis Anakin! Ő is mesztelen? Ezt én átlapoztam. Te durva, észre se vettem a kis Anakint. Na és ezt ide kell becsavarni. Jó. A hétvégén lesétált pocon 45 kilométert. Jézus Isten! Az durva. Tessék, egy kis leírás. Figyelj már, ennek így kell lennie, így ennyire messze? Jaj, vagy fordítva csinálom? Én nem tudom, André. Nem, mert látod? Ezt bele kéne nyomni, nem lehet bele nyomni? Hogy le kéne bele nyomni? Akkor az ennyi. Hát jó. Köszi a pergetés, srác. Ott is ott úgy van. Jó, ha úgy van, akkor jó. De nem bírom. Nehéz megtartani így. Nézd már, rozsdás csavar. Én is azt néztem, hogy olyan fura. A mindenüket pont most akartam megdicsérni, hogy jobb az anyag használatuk ennél. Szeretsz csavarozni? Nem. És ragasztani? Nem. Akkor mit szeretsz, ami ebbe van? Rakni. Össze. Ja. Köszi szépen, srácok, a pergetéseket. Ezeket is bontsam ki neked? De. Ez olyan furán megy bele, szerintem én ezt nem egyenesen csavarom. Biztos? Most már nagyon jó. Most már olyan jó, hogy hú. Jó. Hú, ez nagyon stabil lett, első hiszem, hogy ezt én csavartam. Na. Akkor azok ott maradtak, ezt elveszem, köszönöm. Na és akkor... Ezeket is félre kell tenni? A jó... remélem nem. A jobb láb és a fotoreceptor összeállításának következő szakasza. Akkor előveszem ezt, meg előveszem ezt. És ezt ráteszem... Ezt mind be kell csavarni? Hajrá! André, te úgyis nagyon szeretsz rakni. Egyszerre egy csavart én nem szeretek. 10! Ez 10! Az 20! Ja nem, mert 5 meg 5 az 10. De a másik lábát is meg kell csinálni. Óvatosan helyezd be, pont középre kell kerülnie. Igen, igen, igen. Ennyi. Várj, ezt nem kell csavarni. Kaptunk csavart? Ezt nem kell csavarni. Ember, ezt nem kell csavarni. Még. Ha. Na. Hát igen, ezt remélem kell csavarni, mert nem túl. Nem túl... stabil. Lehet ragasztani kellett mi. Így stabil, de itt nem stabil. Szia, Kizó. Ez fura. De oké, én most ezt így megcsináltam, jó? Készítsd el az első számmal megkapott ezt. És a lencsét, amit ehhez összel a fóliát, amely karcol el. Jó. Mint hogyha akadozna egy kicsit a kamera. Tessék. Ez mi? Mindegy. Ide teszem. Fura. És úristen, ez védte eddig a karctól, de most le kell szednem. Akkor mi védi a karctól? A semmi. Tudja, hogy össze fogom karcolni. Milyen gond lehet azzal? Megkarcolódik? Igen. Jó.
Igen, helyezd a lencsét a fedőlemez nyílása. Vagy győződj meg róla, hogy a domborodó része álljon kifelé, egyelőre a lencse csak maradjon a fedőlemezen. Most mit csinálsz, Adri? Hát nem tudom. Nem tudom. Ezt így kell. És a lencsét... Karc. Hát gondolom így jó. Ha úgy érzed a adrenalmit, szívesen megosztanál a többiekkel, nyugodtan írd a csatra. Told be a profi ezüst színű... Told be a ja, profil ezüst színű... Fedőlemez. Igen. Tehát van valami... Mit csinálsz? Ne, izélj már, léci. Ezt ide kell belehelyezni. Igen. Ezt így kellett. Jó. Mi? Fotoreceptor 3 összekapcsolt részét későbbi munkafolyamon fogod teljesen összeragasztani. Addig tedd félre! De ezek hülyék! Tehát vedd le a fóliát róla, te helyezd be, és amúgy ezzel később fogsz foglalkozni. Tehát hogyha te úgy építed meg, hogy jönnek a számok hétről hétre és haladsz, ezzel mit csinálsz addig? Félreteszed egy borítékba. Hagyjuk már! De ez, akkor nem vettem volna le róla a fóliát, ha nem dolgozok vele most erre, tovább. Tessék. Ember. Komolyan, hát komolyan. Nem láttuk a Pápa ördögüzője című film előzetesét. Őrizd meg úgy, hogy a lencse ne karcolódjon. Te láttad? Micsodát? A Pápa ördögüzője című film előzetesét. Szerintem én láttam. Én nem láttam. Az a izés, az a... Hogy hívják a csávót, aki a Gladiátorban volt, a... aki nagyon duci most. Russell Crowe. Az nem az? Nem az a Russell Crowe-s? Nem biztos. Azt írja, hogy hagyjuk rajta a fóliát egyelőre. Azt mondja a Chris. De már levettem, és nem ragad rá vissza. Távolítsd el a fóliát. Igen, itt le kellett távolítani, beletenni, majd azt mondta, hogy addig tett félre, hogy ne karcoljuk. Ja. Ja. De visszatehetném, csak az a baj, hogy most már szerintem az asztalról szösz is, meg minden, meg mondom, már nem ragad úgy ez a fólia cucc. De. Az akkor... Nem, ez szerintem erre vonatkozik, de hogy itt írják, hogy távolítsd el a fóliát. Ja. De az. Akkor láttam. Akkor ja. Láttam. Ja. Akkor láttam. Az a film, amit valószínűleg nem fogok megnézni, mert az már a Sikolinál rémiszt. Keresd erről a processzor állapotjelzőnek az alkatrészek, amiket eddig igen, az ez volt. És akkor készülj fel arra, hogy összeilleszd a processzor állapotjelzőnek kábeldugóját a tesztelő nyákon, az a város, található autóval jelölt ajzatra. Na. Szóval. Elvesztetted Jézust. Hát az szomorú. Itt Anadrena. Az out, és abba kell beledugni. Szia, Zseron. Üdv mindenkinek, srácok. Jól dugtad bele? Ez így ennyire benne van, ugye? Persze. Akkor kész. Ügyelj arra, hogy pontos irányba állítsd a dugót. Hát de ezt máshogy nem lehet. Mármint, hogy... Tehát, hogy... Szerintem van, aki bele tudja erőszakolni fordítva. De hát felfelé volt, de ízé, beledugtam csát. Tehát, hogy most ez három képbe kell valakinek leírni? Ne, Adri, nagyon lenéző vagy. Hát, de most így engem, aki talán jól csinálta, így most egy kicsit úgy érzem, hogy lehet mégse csináltam jól. Nagyon jól csináltad, Adri. Jó, és ezt megint félre tesszük. Jó. Ez akkor megint félre. Jó. Azt mondja... Igazából ennyi. Jó, akkor jött a következő.